Ezek a kerékpárosok számára a Kressz által előírt és javasolt tartozékok. A közlekedésben résztvevők közül, a gyalogosok és motorosok mellett a kerékpárosok vannak a legveszélyeztetettebb helyzetben, nyáron pedig egyre többen választják munkába járáshoz, bevásárláshoz ezt a közlekedési és sporteszközt. De nem csak tartozékokat, hanem kötelező szabályokat is előír a Kressz a kerékpárral közlekedők számára. Ilyen például az, hogy a kerékpárral a gyalogátkelő helyen nem fennülve, ha csak nincs kerékpáros átvezetés, akkor nem fennülve hajtok át a kerékpárral, hanem leszállok és áttolom a kerékpárt. Tisztában kell lenni a kanyarodási szabályokkal, mondjuk egy főútvonalról balra bekanyarodás esetén, vagy egy kerékpáros sávból balra bekanyarodás esetén vannak helyzetek, amikor tilos, le kell szállni, át kell tolni a kerékpárt. Mindenképpen tisztában kell lenni azzal, hogy a láthatóságra különösen ügyelni kell, ilyen a láthatósági mellény, vagy jó láthatósági mellény viselése, valamint világító és fényvisszavaró eszközök használata. Szikszai Tihamér kiemelte, nem csak a kötelező szabályokkal tehetünk a balesetek megelőzése ellen, hanem számos plusz megoldással is. Így például lakott területen belül is viselhetjük a láthatósági mellényt rossz látási viszonyok között, de a sisak viselése is javasolt. Jelen jogszabályok szerint nem kötelez a kerékpáros sisak használata. Ez is egy plusz a biztonságunk érdekében, hiszen nem mindegy, hogy borulás követően a kerékpárról lepattan egy kis festék és személyisérülés nem történik, vagy pedig személyisérülés következett be. Gyerekek részéről mindenképpen ajánlott a kerékpáros védőeszközök, nem csak a sisak, hanem a könyök térdvédő használata. Van egy különleges rész a keresztben, hogyha a kerékpáros fejvédő sisakot visel lakott területen kívül, utas nem szállít, akkor, bár kevesen tudják, akár 50 km/h sebességgel is haladhat, szemben mondjuk a segédmotor kerékpár maximált 40 km/h-jával. Évente csaknem 100-an halnak meg biciklis balesetben. Ezek nagy része elsodrásos kerékpáros baleset, amikor az előző gépjármű nem tartja meg a megfelelő oldaltávolságot. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos éppen ezért másfél méter címmel kampányt indított a kerékpárosok védelme érdekében. A program célja felhívni az autósok figyelmét arra, hogy a kerékpárosok előzésekor a biztonságos oldaltávolság lakott területen kívül másfél, lakott területen belül egy méter. A Kresszt a jövő évben szeretné úgy módosítatni a kormánybiztos, hogy abban már benne legyen a másfél méteres előzési távolság.